itt van velünk Krémer Balázs, szociológus. Jó napot! Hát némileg kapcsolódunk ahhoz, hogy valaki írt egy nagyon jó, tehát nagyon kellemes poént a Facebookon, és annyira sajnálom, hogy nem néztem meg, hogy ki volt az, de hogy a magyar társadalom érzékenyítése nagyszerűen halad, hisz már sokkal többen fogadják el a korrupciót, mint a homoszexualitást. Kutyapártnak volt. Igen, hát rájött, tippeltem, csak nem akartam nekik tulajdonítani, anélkül, hogy ez egy elég jó kiindulási alap. Tehát, hogy tényleg egy magyar ember az így a korrupcióra egyszerűen nem érzékeny. Ez azt gondolom, hogy így van. Sajnálatos módon, de igen. Ennek azt gondolom, hogy eléggé mély történelmi gyökerei is vannak, tehát, hogy... Na de, hogy menjünk az elejére, hogy már a régi görögök is, vagy inkább... Nem a régi görögök, én a második világháború előtti korrupciós ügyek híresek a történelem könyvekből. Én személyesen ilyen vémarhaként a késő Kádár korszaknak a korrupcióhoz való viszonyát éltem meg, amelyikben a korrupció az, hogy mondjam, nem véletlenül, hogy magyarul azt kenőpénznek hívták. Maga a korrupció az tulajdonképpen egy rosszul fabrikált, rosszul kitalált rendszernek a működését zsírozta. Igen, hiszen kente. Egyébként nem működött volna. Egyébként nem működött volna. Igen. Tehát, hogy itt, hogy mondjam, abban a tapasztalatban, hogy a korrupció az nem, hogy föltétlenül rossz, hanem néha a dolgok menetét megkönnyítő ügy. Ez nem pusztán másokról szóló tapasztalat volt, hanem úgy többé-kevésbé mindenki élt ennek a kisebb formáival, hogy a benzinkutasnak még ma is néha zsebpénzeket vagy borravalókat adunk, a hálapénz az küzdenek ellene, de eléggé nehezen kiadható. 2 forintost adtunk a blokk mellé, hogy rendes kávét kapjunk. Jóba kellett lenni, és valamilyen viszonosságukkal kellett honorálni, hogyha a pék a friss kenyeret adta, és nem a tegnapit. Az emberek gond nélkül kerestek mindenféle kapcsolatokat, hogyha a munkát kerestek, ha a gyereküket be akarták juttatni az egyetemre, és így tovább. Szóval ez a korrupció, ez akkor is átszötte a életnek a mindennapjait, hogyha ez jellegében és méretében különösen nem összevethető azzal, amit ma van. Tehát, hogy a szocializmus korrupciójának a legnagyobb összegű tételei azok mondjuk a lakáskiutalásokhoz való kapcsolatok voltak. Nem 1000 milliárdos tételekről és közbeszerzési milliárdos túlárazásokról szólt ez a dolog. Azt hiszem, hogy egy kicsit benne van az a dolog, amit én nagyon jókat röcsögtem a Dezső Andrásnak a mafiózók tréning nadrágban. Mackó nadrágban. Könyvén, aminek azt gondolom, hogy egy ilyen kettős olvasata volt, mert az egyikben tényleg ilyen kicsit bulvárosan leírta azt, hogy hogyan alakult ki a magyar szervezet bűnözői alvilág. De ennek volt egy másik története, amit én szociológusként különösen érdekesnek találtam, hogy tulajdonképpen az áldozatok azok mindig a kisebb-nagyobb stiklikben benne levő emberek voltak, akiket azért lehetett lehúzni, azért lehetett őket átvágni, azért lehetett mindenféle botrányosan súlyos ügyekbe is belevinni, mert ők maguk féltek attól a dologtól, hogy ha ők itt szem elé kerülnek, vagy rájuk irányul a figyelem, akkor az ő stiklijeikből is bajuk származik. Ennek egyik extrém eset, egyik kedves barátom, aki fiatal korában, mielőtt tisztességes családapa lett volna, bűnözők elrablásával foglalkozott, és ez volt a kenyérkeresete, emiatt hát aztán 13 évet töltött egy rosszul sikerült ügyután felügyelet alatt, de azóta megjavult és jó útra tér, de valóban ott is ez történt, hogy amikor a bűnözőt, persze nem egy szóló betörőről van szó, hanem egy akkori mafiózó vezetőt elrabolnak, akkor bizony kifizetik a váltságdíjat, és nem a rendőrséget hívják. És manapság azt gondolom, hogy ebbe benne van a pakliba, hogy az emberek most is azért kisebb-nagyobb stiklikben benne vannak, tehát hogyha mindazokat
azokkal akarna a hatóság foglalkozni, akik számla nélkül vásárolnak, vagy számla nélkül vagy fizetnek, szolgáltatásokat vesznek, akkor itt kevés ember maradna a büntetés nélkül ebben az országban. És az a dolog, hogy az emberek valahogy erre még rá pakolnak egy dolgot, hogy itt a nagyhalaknak úgyse lesz bántódásuk ebből, mindig csak a kis emberek szívják meg. Ez a milliárd, de ezt úgysem mi kaptuk volna meg, hát valaki úgy is ellapja. Hát igen, na. Meg hogy ez az egész, a milliárd egy kicsit olyan, mint a török szultán a rejtőnél, hogy azt úgy az ember nem látja be, hogy az mekkora. A $20 belátjuk, a $100,000 nem látjuk be. Az, hogy milliárd, hogy 1,000 millió, amikor az ember 1 milliót se nagyon lát, és akkor annak, szóval, hogy ezek, most ebből, hogy mi volna ennek az alternatívája, az azt gondolom, hogy az egy nagyon messze menő és messze vívő kérdés volna. De talán azt, hogy kéne elkezdeni ennek a felszámolását? Még az is az. Tehát azt gondolom, hogy ennek az alternatívája az mégiscsak az lenne, hogy az emberek megélnék azt, hogy a szabadság nem kizárólag a stiklik elkövethetőségét jelenti, a jogrenden való kívül lépésnek a szabadságát, a megoldjuk okosba szabadságát, hanem azt, hogy egy alkotmányos jogrend keretei között is lehet szabad az ember. Na most szerintem ez a élmény, ez a magyar társadalomból hiányzott korábban is, meg hiányzik a rendszerváltás óta is, és hát azt gondolom, hogy addig, amíg nem érezheti magát az átlagpolgár szabadnak, akkor is, hogyha a szabálykövető meg jogkövető, és attól még maradnak szabadságai, és attól még vannak döntési és választási lehetőségei, addig egy kicsit ez a szemethúnyó, ez a megoldjuk okosba szabadság, ez egy erősebb vágy és erősebb érzés az emberekben. Ugye ez nagyon érdekes, hogy az Egyesült Államok például ugye ott azért, ha valaki azt mondja, hogy adócsaló, az azért szégyenbélyeg igazából. Tehát azért tényleg működik ez a történet, hogy az ott az nagyon kínos. Tehát az nem megy át annyira ez a dolog, nem egy ilyen cinkos összekacsintás van. Ott is a nagyobb üzletek, nyilván tudjuk pontosan azok is, hogy működnek, ott persze egy kicsit más a történet, de ott az egyszerű polgár úgy azért nem nagyon megy bele. Azt hiszem, hogy ez részben egy erős protestáns hagyomány, tehát hogy ez a protestáns vallásgyakorlásból ered, ahol a jövedelmek a közösség számára láthatók, meg a függöny sincs, és az is látható, hogy az emberek hogyan élnek. Umberto Eco-nak van egy sok zseniális eszélye közül az egyik, az arról szól, hogy a protestáns országokban ez a közösség kontrollja kiterjed az embereknek a jövedelmére, a magánéletére és viszonya szemben a katolikus országokban, ideértve mondjuk a mediterrán országokat is, az adócsaláshoz sokkal inkább úgy viszonyulnak az emberek, mint a társadalmi igazságtalanság korrekciójának a lehetősége, hogy nem pusztán elfogadják az adócsalást, hanem némiképp igazságosnak is tartják. Tehát most nem föltétlenül jár, de csinálhatjuk, mert itt úgyis a nagyhalak azok stricik és akármennyit keresnek, és ezt az igazságtalanságot azért egy kicsit az adóelkerüléssel meg azért korábban egy pár órával ezelőtt beszélgetünk az egyetemi tanárok meg a tanársegédek fizetéséről, és ugye ott ez a egy adjunktus, nem tudom micsoda, 192 000 nettót visz, az egy tanársegédi 142-t, hát joggal gondolhatja azt, hogy ezek után nem fogok áfás számlát kérni a vízvezetékszerelőről, egyszerűen nem tudom kifizetni. Majd akkor kérek, hogyha annyit keresek, hogy ezt megtehetem. Jó, ezt az egyetemi világban azt gondolom, hogy még tetézi egy csomó minden. Tehát az, hogy az egyetemek tulajdonképpen a teljesítmény elvárásaikat kizárólag a dolgozók, az oktatók cseszegetésével vélik elismerni, és az egyetemek nem fizetik azt, amit elvárnak, tehát hogy elvárják, hogy konferenciára járjanak az emberek, de még nem nagyon hallottam, hogy Magyar Egyetem utazást vagy konferenciadíjat fizetett volna
nem illik erről beszélni. A magyar egyetemek nem költenek arra pénzt, hogy legális szoftverei legyenek az embernek a kutatásához, meg azért azt úgy ügyesbe meg kell oldani a kutatónak, meg a nem nagyon lehet hozzáférni a publikáláshoz szükséges nemzetközi adatbázisokhoz. Hát, hogy amik szintén fizetős adatbázisok. A fizetős adatbázisok, hát hogyha a CEU könyvtára nem maradt volna itt, akkor a magyar társadalomnak ez mérhetetlen veszteségeket okozott volna, hogy legalábbis a társadalomtól az egy forrás. Ahol... Remélhetőleg megkapja Matthias Corvinus hamarosan adományként ezt a könyvtárat, és akkor minden jó helyre kerül. Mert ott azért szerintem fizetik ezeket a konferenciákat. Hát a CEU az ebben az értelemben volt, azt gondolom, hogy nagyon provokatív, és én úgy érzem, hogy ez egy része volt annak a dolognak, hogy a magyar egyetemek nem álltak annyira ki mellettük, hogy a CEU ebben az értelemben egy jó szervezett üzem, amelyikben bizony angolul tanítanak, de ott, hogyha az ember angolul akar publikálni, akkor a nyelvi lektorálást azt megkaphatta. Ez a magyar egyetemeken nem jár az embereknek, miközben elvárják, hogy ilyen-olyan, amolyan külföldi lapokban publikáljanak, vagy hogy elvárják azt, hogy az ember projekteket szerezzen. A CEU-n profi projektmenedzsment egységek voltak, akik a pénzügyi adminisztratív részét igen elvitték, és a tudós embereknek a tudománnyal meg rendkívül jó hatásokkal pályáztak, meg voltak a bejáratot, profi volt a dolog, és nem csak a kutatás ötleteiben, meg a tudományos teljesítményben, hanem tokkal, vonóval, pénzügyi elszámolásokkal, a pályázatoknak már eleve olyan. Ez elég idegesítő lehetett azért. Tényleg, hogyha az ember ott ül az ELTE-n és végzi a munkáját, szóval igen, megértem, egy enyhe irítséget azért okozhatott. Hát én akkor, amikor pályáztam, akkor nekem meg egy hallgatómnak kellett lényegében a komplet adminisztrációt elvinni, az, akit az egyetem biztosított, ő inkább revizor volt, aminek volt haszna, hogy az ember az egyetemi szabályokat, vagy a hazai szabályokat is betartsa. Ezt ő ellenőrizte, de akkor, amikor a pályázatot elnyertünk, akkor meg kellett tanulni a jelentéseknek, a pénzügyi jelentéseknek a kitöltését is. Ami még furcsa, hogy a korrupció mellett is vannak botrányok, amelyek én botránynak minősítem őket, nem tudom, kezdve mondjuk a legelején, mondjuk a 2010 környékén, ugye a médiatörvény, akkor az Alkotmánybíróságnak az egészen furcsa, amik teljesen cson nélkül átmennek a magyar társadalmon, de rezzenéstelenül átmennek, de ilyen volt gyakorlatilag az egyetemeknek ez az alapítványokból történő kiszervezése, és még a Pegasus ügy is azt mondom, hogy nagyjából ezek közé tartozik. Igazából most legutóbb ez a homofób törvény volt az, ami valamilyen módon így kiverte a biztosítékot, és ez mi alapján válogat a társadalom ilyenekben? Hát ezt szeretném én is tudni. Ebben részben azt hiszem, és ez az ellenzéki politizálásnak egy eléggé nagy rákfenéje, hogy normális világokban a politika az a jövőről szól, arról szól, hogy melyik politikus mit ígér, miben gondolja úgy, hogy egy jobb világban fogunk élni akkor, hogyha ők hatalomra kerülnek. Most ezek a pozitív víziók és elképzelések, ezek a jelenkori, vagy visszamehetünk 10-ig is, vagy korábban is, hogy nálunk valahogy a politika az a múltról szól. A politika fő kérdés az, hogy mit hoz a múlt, és ki hogyan foglalja el a múltat, és és nem arról, hogy milyen volna az a rendszer, amelyik nem egyedi morális ítéleteket mond ezekről az ügyekről, amiket itt felsoroltál, hanem úgy rendszerszerűen úgy működik, hogy ezek ne férjenek bele, hogy ez a dolog, ha belefér, akkor abból balhé legyen, de ez ne a lakosság felhördülése miatt legyen, hanem az intézmények úgy viselkedjenek, hogy nekik is a szabályokat kell követni, és nekik is meg kell követelni a velük partnerségben állóktól a szabályoknak a betartását. Most én ilyen típusú víziókat nem nagyon látok az ellenzéki oldalon, ott tulajdonképpen legfeljebb a kritikái hangzanak el ezeknek a botrányos ügyeknek is, de azt a dolgot, hogy ez mitől nem fordulhatna elő akkor, hogyha mi lennénk hatalmon,
ilyen típusú gondolatokat meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon kevesen. Én konkrétan rákérdeztem erre a Kunce Gábornál, akivel együtt dolgoztam egy pár heti értesben akkoriban, hogy tehát hogy lehetett egy olyan intézményrendszert hagyni a Fidesz második kormányára, amit szó nélkül el lehetett foglalni, be lehetett tenni a saját, tehát hogy lehetett az intézményrendszert tökéletesen semlegesíteni, de aztán hát erre nem gondoltak. Tehát ő azt mondta, hogy erre senki se számított. Egy csomó minden, nekem az egyik kedvenc példám az a polgárőrség története. Tehát akkor, amikor én külföldieknek megpróbálom elmagyarázni, hogy nálunk civil szervezetek járőrözési joggal, meg karhatalmi funkciókkal rendelkeznek, akkor itt nagy tágra nyílt szemmel azt mondják, hogy én egy komplet hülye vagyok. Nem oroszok. Utoljára történetesen ez egy norvég mérnök azt volt. A norvégokkal egyébként is baj van. Amúgy is baj van, ő egy vízmérnök volt, aki projekteknek, nem is a norvég projekteknek, hanem uniós projekteknek a monitorozását végezte. És amikor találkozott egy ilyen polgárőrség projekttel, és faggatott arról, hogy ez meg mi a fene, és mondom, ilyen belesápadtam, mondta azt, hogy hát olyan nincs egy civilizált jogállamban, hogy ne állami monopólium legyen az erőszakgyakorlásnak a lehetősége. És akkor úgy bele kellett gondoljak, hogy igen, a polgárőrség tulajdonképpen jó szándékkal született. Hogy azzal nem. A dologgal született, hogy a rendőrségre kevés a pénz, hogy mégiscsak jó volna itten valahogy társadalmi erőket is mozgatni abban, hogy a bűn kevesebb legyen, és így tovább. De egy utólag mégiscsak a polgárőrségek története hát az összenőtt a gárdáknak a történetével. Érintkezik, fogalmazunk, hogy összenőtt. Igen? Igen, hát maguk az első, a gárdák azok polgárőrségi szervezetben jöttek létre eleinte. Tehát, hogy sok mindenben nem számoltak a következményekkel, ez igaz, ez egy kicsit része annak a dolognak, hogy itt lehetünk-e szabad polgárok a jogállam keretei között, és hogy ebben most bizonyos elvek és szabályok azok úgy evidensen belénk kell, hogy égjen. Csak visszatérjek a kérdésedre, ez a pedofil, LMBTQ, melegellenes, stb. Törvény, ez azt gondolom, hogy egyfelől a Fidesz stratégiáiba és világlátásába jól illeszkedő történet, abban az értelemben, hogy nem csak az ellenségre állásnak, tehát ez az Orbán karaktere, hogy mindig ellenséget kell, hogy legyőzzön, és hogyha nincs ellenség, akkor csinál ellenséget. Hogy ne, akit legyőz, de azért még ott, tehát nem, soha nem pusztít el teljes mértékben, nem húzza ki a méregfogát, mert azért a fenyegetés mindig fennmarad. És ebben mindig is sikerült tulajdonképpen, az előbb a CEU kapcsán ezt úgy érintettem, hogy olyan ügyeket kifognia, amik a maguk módján kitárgyalatlanak, vannak neki tisztázatlan elemei, és ebben a tisztázatlan elemekben, ahelyett, hogy ezt alaposan végigpróbálnánk gondolni, ahelyett egy ilyen összeesküvős szellemben tulajdonképpen egyszerű válaszokat ad a kérdésre. Van az ellenség, meg vagyunk mi vagyunk a jó oldalon, hogyha te egy rendes ember vagy, akkor a jók oldalánál, ezt nem állhatsz az övékén. És tulajdonképpen ez a működési stratégia. Ebben az értelemben azt gondolom, hogy a homoszexualitás, maga a szexualitás az oly mértékben prüdériákkal, tabukkal terhelt kibeszéletlen ügy, még a liberális oldalon is. Hogyne, igen. Hogy ebben a kérdésben egyszerűen természetes viszolygásokra, averziókra, nem tetszésekre építve is lehet ellenséget gyártani. Az, ami nem tetszik, az lehet ellenség. Ami... Az idegen az nem szép, hanem az idegen az idegen. Ez pontosan. Na most ebben azt gondolom, hogy egy helyen mellé lőttek. Abban a dologban, hogy amennyire itten a történelmi beidegződéseknek, hogy úgy mondjam, ilyen kulturális patterneknek az ember szerepet szán, annyiban itt a szexualitás kapcsán azért azt gondolom, hogy létezett a Kádárkornak az a típusú beidegződése, hogy a magánélet és a szexualitás
az abban az értelemben szabad, hogy abban a politika azért még se tette olyan nagyon be a lábát. Hogyha valaki olvasta Kunderát és az lét elviselhetetlen könnyűségét, az nagyjából arról szólt, hogy egy promiszkus világban maga a szex és a szexualitás az a kiéletlen szabadságvágyaknak a világa volt, amiben a politika nem is tudott, és azt gondolom, hogy nem is nagyon mert, mert nagyon kockázatos ügy lett volna olyan nagyon keményen beleszólni. Felhasználta, a titkosszolgálati szinten felhasználta, beszervezéseknél, stb. De aki ismertek Rassó Györgyöt, azt tudta, hogy azért mindent nem lehet kontrollálni. Mindent nem lehet kontrollálni, és hogy ebbe a dologban, még a tetejében azt gondolom, hogy ez annak is része, hogy Magyarországon mondjuk a feminizmusnak nincsenek igazából gyökerei. Tehát abban ami a nyugati feminizmusban mindig is egy vezetője volt, hogy private is political, ami privát, az politika, és az a szexuális gyakorlat, amelyikben a fiúknak úgy az aktus közben el kell menni, a lányoknak meg ügyesnek kell lenni közben, hogy ez a típusú privát politika, ez a nyugati feminizmusokban egy nagyon komoly tényező volt. Magyarországon valahogy a csajok meg a pasik egyetértetek abban, hogy legalább ez a magánélet, hogy ki kivel csinálja. Na most ebben az értelemben itt nagyon keményen belegyalogoltak abba a privát szférába, amelyikben, hát hogy mondjam, hogyha a szexualitás nem privát, akkor mi a fene volna magánügy, hogy ezzel úgy az emberek, még azok is, akik nem közvetlenül érintettek, az, hogy ki kivel mit csinál az ágyban, ebből talán politikai kérdést leginkább azok a kukkolók akarnak csinálni, akik úgy kíváncsiskodnak azzal, hogy ki kivel, milyen lukba, hányszor, és jól, és ez valami pervers dolog, hogy a politika egyáltalában ebbe megpróbált beleszólni. A másik oldalon viszont kétség kívül bírhatni ez a dolog egyszerűen amiatt, hogy főleg a prüdériák és kibeszéletlenségek miatt az emberek úgy a saját zavarodottságukban nem képesek határozott állásfoglalást hozni ebbe a dologba. Ezért is volt egyébként a visszataszító, de ügyes húzás, az összemosás, tehát hogy ez a pedofilia bekerült ebbe a dologba, hisz innentől kezdve bárki, aki bármit mond ez ellen, az a pedofilia oldalán áll, és akkor ebben a pillanatban le van zárva a vita, mert hát ugye azért na. Pontosan, és ebben több összemosás és ezért, tehát hogy a pedofiliát azonosították a kiskorúakkal szembeni erőszakkal, nem a pedofilia elvileg a kiskorúakkal létesített szexuális kapcsolat, hogy ebbe a dologban a magyar jogrend szerint is a 14 évesek gond nélkül csinálhatják, a vonatkozó felmérések szerint statisztikailag eléggé, szóval kimutatható arányt jelentenek azok a gyerekek, akik 14 éves koruk elkezdik hogyne, a szexet. Hogyne, egy komoly tanulmányt olvastam erről egyébként, ami eléggé szomorú. És ma ott tartunk, hogy 14 éves korukig gond nélkül csinálhatják, de beszélni róla nem lehet. Így van. Szóval... És már eddig is a pornófilmekből vették a példát és a mintákat a felmérések alapján, de ez elég komoly, egy általános iskolai felmérés volt ezzel kapcsolatban, úgyhogy onnan, hát hogy is mondjam, nem a pozitív példákat vették át elsősorban. Nem, és ami a másik oldalról pedig, ugye amikor arról beszélek, hogy itt pozitív példák hiányoznak, akkor magát azt a dolgot, hogy a jó szex az hozzátartozik a jó élethez. Hogy hogy emberien értelmesen kellene tudni gondolni valamit. Vagy az a kérdés, ami megint csak más országokban evidens, hogy a tinédzser terhesség az egy dráma, mert hogy az anyának megszakad a karrierje, és a gyerek lehet, hogy a babázásból már kinőtt, de gyereknevelésre éretlen anya fogja felnevelni. És hogy ebbe az egészben a világ nyelve az családtervezésről beszél, és nem fogamzásgátlásról, hogyha úgy tetszik, arról a dologról beszél, nem arról beszél, hogy ne legyen gyerek, hanem arról beszél, hogy akkor legyen gyerek, amikor annak itt az ideje, meg megvannak a körülményei. Na most nálunk bárhonnan hozzányúlok még más országok gyakorlatához, nyelvéhez képest is ehhez a kérdéshez, akkor ilyen tabuk veszik körül, prüdériák veszik körül, amiben nagyon sok prűd figurának, az tulajdonképpen megkönnyebbülés, hogy erről nem kell beszélni. Igen, hát, és ez a szülőkkel is ugyanígy van, jaj, de jó, akkor erről nem kell, tehát ez nem igaz, hogy a családtól megkapja azt az információt, amit nem kaphat meg a könyvesboltokban. Krémer Balázs szociológus a vendégünk, egy rövid-rövid hírblokkal vétetjük észre magunkat, aztán jövünk is.
Krémer Balázs szociológus. A Facebook bejegyzésedből tájékozódom közben, és azért ez egy elég érdekes kitérő, ezt azért lépjük már, mert ugorjunk vissza a 30 éves háború végét lezáró Westfáliai békére, mert ez egy borzasztó fontos történet, és arra is reflektálnék, hogy folyamatosan arról beszélünk, hogy egy jogállam, hogy megélni a jogállamot, de hogy meddig beszélhetünk még jogállamról, szóval az én nem hiszem, hogy olyan különösebben éppen a jogállami, tehát nem a jogállami keretek tágítása, hanem ezeknek az abszolút felszámolása folyik, és én már én nem szívesen beszélek erről. Nincs, nem lesz vita közöttünk, azt gondolom, hogy ez millió dologban igaz. Az egy érdekes kérdés, ha akarod, akkor nevelési kérdés, ha akarod, kulturális kérdés, hogy hogyan viszonyulunk a viszolygásainkhoz. Igen. Tehát, hogy kétség kívül a társadalmunkban vannak jelenségek, amelyek viszolygással töltenek el, amelyektől undorodunk is néha, és ebben valahogy az a típusú bölcsesség, amit én ilyen kulturálisan és intézményesen a Westfáliai békéhez és a vallásháborúk lezárásához kötöttem, hogy vannak dolgok, amik nekem nem tetszenek, amik viszolygással töltenek el. Nekik is volt, hogy milyen Istent hogyan imádnak, meg milyen istentiszteleti gyakorlatuk van. Ez lehet, hogy ilyen engem viszolyogtat, hogy ez nem oké. De addig, amíg ebből nem származik károm, addig, amíg ez, hogy mondjam, nem ártalmas sem az én, sem mások életére, addig a viszolygásomat tartsam meg magamnak, és nyeljem le, ebből ne keressek konfliktust, és ne keressek balhét, és ne különösen az agressziókat ez ügyben próbáljam. De itt van egy óriási félértés, mert azt mondják például nagyon sokan, hogy azt akarják, hogy szeressük. Senki nem akarja azt, hogy szeressük. Senki nem. Ez egy bonyolult kérdés, mert azt gondolom, hogy magát a tolerancia értékét a viszolygásokkal szembeni averziókon való felülkerekedés képességét, azt jó volna elsajátítani, mert nagyon sok minden dologgal szemben vannak viszolygásaink. De ez egy következő lépés lenne, nem? Szóval első körben nekem elég lenne az, hogy viszolyog, de nem próbálja korlátozni. Így van. A másodikban majd azt elkezdtünk beszélni arról, hogy miért viszolyog, hát ha ezt meg lehet szüntetni, de először már csak az alapokig jussunk el. Jó, tehát, hogy ha úgy valaki az én lelkembe akarna olyan nagyon belemászni, akkor engem is viszolyogtat egy csomó dolog. Mm. Tehát engem viszolygással töltenek el a tetőtől talpig kivart tetoválások. Biztos ez egy generációs ok, hogy nekem a tetoválás az még anno az Auschwitz, az alkarbai vizét azonosító számot jelentette meg a zárt világoknak, börtönnek, hajónak. Tengerészek, ja, Horthy Miklós, hát olyan szépen ki volt varva Horthy Miklós, hogy öröm volt nézni, vagy a, nem is tudom, a dán király volt az, hogy valaki, aki szintén ilyen csodálatosan ki volt de varva. De most azt a dolgot, hogy én a piercingekkel, vagy a tetkókkal szemben bármilyen agresszióval lépjek föl, vagy ez, tehát az eszembe nem jut. Tehát nem tetszik nekik, vagy ha így jó, hát akkor egye fene. Nagyon jó ez ellen a dolog ellen egyébként, és saját példámon tudom elmondani, ha az ember beleszeret egy csajba, aki tetőtől talpig ki van varva, és tele van piercingekkel, az sokat segít. Jó, de ezen nem mindenki esik, nem mindenki forog olyan körökben, ahol kétségtelen, hogy ez igen, hát ez kell bizonyos fokú szerencse is, de hát azért mondom csak, hogy működik. Na most én azt gondolom, hogy ezt a típusú önkontrollt, hogy addig, amíg nem árt másnak, addig, amíg ez... Hogyha nem tetszik, nem keresem a társaságát, és ezért... Sőt, kifejtettem írásban, szóban, hogy ez nekem nem tetszik, tehát ezekre mind nyithat. Most annyiban azt gondolom, hogy jogos az a felvetés, hogy itt nem a viszolgások elfolytása volna az elsődleges természetes emberi magatartás akkor, hogyha valami furcsával találkozunk. Hogy sokkal jobb volna, hogyha valami kíváncsiság volna benne, hogy én milyen furi egy figura, meg ebben poént, humort, tanulságot, akármit tudnánk keresni. Ez én már könnyen... intelligencia kérdés. Én ebben könnyen dumálok, mert akkor, amikor egyetem alatt, meg később szociológusként interjúzással kerestem a kenyeremet. Magam is.
akkor ott számomra elképzelhetetlenül furcsa világokban kellett megértenem, hogy ilyen lehetetlen, embertelen körülmények között ezek a figurák hogyan próbálnak meg tisztességes, becsületes embernek meglenni. És meg kell, hogy mondjam, hogy a jó interjúim után mindig is volt egy ilyen drámai katarzis, hogy én megéltem az ő tisztességüket akkor is, hogyha én nem tudnám elképzelni, hogy olyan körülmények között éljek, ahogy egy kolónián vagy egy cigánytelepen élnek az emberek. Na most ezzel együtt persze azt gondolom, hogy a kíváncsi, jó volna, hogyha a kíváncsiság, a rácsodálkozás, a tanulságok és poénok keresése volna az elsődleges emberi motivum abban, hogy mit csináljuk akkor, amikor valami furcsával találkozunk. De ezzel együtt van olyan, amikor az ember ezt nem tudja a kíváncsiságát kiérni, nem tud utána járni, megélhet visszaigásokat. Halkan én megértem azt, akinek viszolgásai vannak a smároló fiúk, vagy a egymás seggét markolászó leszbi lányok látványa kapcsán. Nem kell, hogy ez tetszen. Ettől lehet viszolgásokat megélni. Amiben persze azt gondolom, hogy van egy, megint csak a szexualitáshoz kapcsolódóan van csomó dolog, ami kibeszéletlen. Tehát kibeszéletlen az a dolog, hogy viszonyuljunk, amiről az előbb beszéltünk, a gyerekek akcelerációjához és a tinik szexéhez. Kibeszéletlen az a dolog, hogy nem fogadunk el mindent, ami szexuális és magán, és ezért, mert állatokkal talán mégsem, a több nejűséget meg a több férjűséget talán mégsem. És ebben a dologban kétség kívül, hogy van valahol az a nem pontosan definiált szféra, amelyben, hogyha emberek szeretik egymást, hogyha ez közös akaratukból, közös szándékukból szeretik egymást, akkor ez lehet, hogy viszolgással halkan, ez néha fiú-lány kapcsolatban is igaz, tehát vannak fiúk, akiknek nem zsánerük a nagymellű vagy a kismellű nők, vannak lányok, akiknek a kis mitugrász balszos 160 centis olasz basi a zsánere, meg van, akinek a kétméteres szőke viking favágó, és a másik meg viszolgással tölti el, de hát ezek olyan jellegű ügyek, amikben... Illetve ami furcsa, amikor hogy a több nőségre ugye automatikusan mondunk nemet, hogy a több férjűségre, de a szerető az elfogadott. Az már egy csomó mindenben elfogadott. Tehát azért mondom, én ebben nem tudnék határozottan, tehát nem tudnám megnevezni az egyértelműen létező társadalmi normákat. Mert nincs is. Meg mert nem is beszélünk róla. Meg nem is beszélünk róla. Meg még a tetejében, mint ez mondjuk a MeToo kapcsán eléggé világos lett, hogy itt történetileg eléggé komoly átalakulásokon megyünk keresztül. Tehát, hogy mi az, ami megengedett, és hogy ebben az, ami 30-40 évvel ezelőtt megengedett volt, az ma nem, és azt a dolgot, hogy ez hogyan nem megengedett ebben is, azt gondolom, hogy viták vannak, hogy itten, hogy mondjam, a nem kellemes közeledési kísérleteket azt az ember abúzusnak kell, hogy megélje, vagy sem, vagy azért úgy többé-kevésbé együtt kell éljünk azzal a dologgal, hogy vannak nyomulós pasik, meg csajok, és ezeknek a nyomulása az nem föltétlenül. Kicsit a nyomulós pasik aránya egy kicsit nagyobb, és emiatt az erőfölény miatt ez tényleg könnyebben élhető meg abúzusként, mint fordított esetben. És bocsánat, csak erre egy kis zárójeles megjegyzés, hogy a Tupac Shakur, az a fantasztikus gangster rapper, aki börtönbüntetést is letöltött, azt kevesen tudják róla, hogy ezt a börtönbüntetést azért kapta, mert megfogta egy pincérnő seggét. Tehát ez milyen szép, hogy tehát van egy gangster, aki fegyverekről és harcról és minden ilyesről beszél. De nem ez a mi miatt lesik. De hogy hát ugye ez becsúszott ez a történet, tehát hogy ezek elég érdekes pillanatok lehetnek. De hogy itt van egy átalakulóban levő dolog, amelyikben én nagyon fontosnak és előremutatónak tartanám azt, hogyha erről nem csak lehetne beszélni, hanem valahogy, hogy mondjam, az szervezett keretek között. Nem is föltétlenül szervezett, de hogyha ennek az erkölcsi normái azok valahogy világosabbak lennének. Tehát, hogyha nem, ebben éppen, hogy nem államra, jogra akarnánk bízni, amikben úgysem bízunk különben, hanem mondjuk magatartási viszonyokra, arra a dologra, hogy a csajok legyenek öntudatosabbak, hogy na eddig és nem tovább. Furcsa, hogy azért a morál az egy lassan változó. Lassan dolog. Változó, különösen, hogyha nem is akarják változtatni. Igen. De ahogy ne akarnák, folyamatosan akarják változtatni, itt van a keresztény morál, amit elénk tesznek, csak az meg egy olyan dolog, amire mindenki azt mondja, hogy jó, kösz. Jó, erre akartam visszatérni, hogy ebben a dologban az a furcsa, és mondjuk én, aki nem vagyok hívő, talán még furcsább, hogy erről beszélek, hogy
az, ami szexuális magatartásban megtűrt, az egy csomó szempontból a keresztény hagyományokra vezet vissza. Uh-huh. Tehát, hogy a Szent Ágoston a felebaráti szeretet kötelméről beszélt. Az Aquinói Tamás azt mondta, hogy az Isten a saját képmására formálta az embert, és aki a felebarátját nem szereti, az Isten sem szeretheti. Hogy ebben az értelemben a Cameron, aki egy konzervatív figura volt, uh-huh. és ő terjesztette be a melegek házasodásának a jogát Angliában, ő azzal érvelt, hogy a legfontosabb keresztényi parancs számára a szeretet parancsa, és hogy ő nem állíthat akadályokat és gátakat abba, hogy emberek közös akaratukból, közös szándékukból, ha szeretik egymást, akkor szövetségre lépjenek, akkor együtt éljenek. Na most ebben a kérdésben azt hiszem, hogy ezt a, hogy mondjam, a keresztényi és felvilágosodáskori hagyományokat megtagadó kereszténység, ezt így fél le és idézőjelben. Hiszen ugye ugyanidő vezethető vissza a családon belül erőszak legalizálása. Egy csomó minden. Vagy igen, az a dolog, hogy az ötös számú pártakkönyv tulajdonosa az a felebaráti szeretetet komolyan vevő pápa őszentség. Itt ez egy katolikusnak elvileg az ő szentsége, nem a franci pápa. Igen. Hogy őt migránssimogató köcsögnek titulálja. Valószínűleg ezt majd Szikora Robert elénekli előtte, hogyha fellép a pápa előtt. Ebben reménykedem én csak ezen őszintén, de nem hiszem. Hiszem, hogy meg fog történni. Tehát, hogy ez még a tetejében egy olyan zavarodottságot állít elő, amelyikben a kereszténységre hivatkozva a legkeresztényetlenebb tanokat és barbárságot és a civilizáció megtagadását lehessen hirdetni, amire meg kell, hogy mondjam, hogy mindenki felkészületlen. Tehát, hát ez a pop-up, azért volt már példa a pop-up kereszténységre, tehát erre a fajta, tehát Jézust úgy használom tényleg, mint egy mosóport, vagy bármilyen tárgya, egy Toyota sluszkulcsot, tehát hogy ez a fajta, tehát hogy ha Jézusomban is nem félek használni típusú, nyilvánvalóan nem nevezhető kereszténységnek, de hogy az Isten velünk van, ki lenne ellenünk típusú politizálás, azért ez megjelent már a történelemben gyakran. Ez így van, de azért azt gondolom, hogy most egy kicsit másról beszélsz. Tehát azt a dolgot, hogy a hit nevében lehet bizniszeket és bizniszegyházakat működtetni, az egy dolog. Az, hogy a hit nevében lehet-e a zsidó, keresztény, antik, felvilágoskodáskori európai civilizációt megtagadó elveket képviselni, ez azt gondolom, hogy azért eléggé, hát jó. Azért a harmadik birodalomban volt rá. Harmadik birodalomban volt rá, igazad van ebben. De hát ez akkor is az ember. De még ott is megkövetelték egyébként a tagoktól, legalábbis ami a náci pártnál volt az esznék, hogy lépjenek ki a gyülekezetbe, és aztán felekezeten kívüli keresztény, ezt kellett beíratni a kis papírjaikba, akkor voltak igazán jó nácik, tehát legalább azt megtették, hogy nem mind katolikusok, vagy mind protestánsok vettek ebben részt. Szóval, hogy ez zavarba ejtő az, ami történik, és a dolog valahogy annyira komplex és összetett, hogy ebben a dologban én nem hinném azt, hogy mondjam, ebbe a Facebook kommunikációban, egymondatosra, lerövidített üzenetekben nagyon könnyű volna, vagy lehetne egyáltalában valamiféle alternatívát, ellenpontot megjeleníteni ebben, hiszen ennek valahogy az ellenpontja annak az elfogadása, hogy olyan különbözők vagyunk emberek, és ki így, ki úgy szeret, kinek ilyen vonzalmai, kinek olyan vonzalmai vannak, és ezt ne próbáljuk egyenesre kivasalni, hogy igazából nem értem az erre irányuló kísérletet. Tehát az, hogy leszállámézzük a magyarságot, és egyre szűkebbre vesszük azt, akit mi magyarok alatt értünk, és innentől lassan elférünk egy liftben, akik annak számít, az igazából nem hiszem, hogy stratégiailag egy jó hozzáállás. Ebben van egy része, amit a közszolgálati béreknél játszottak el, és tulajdonképpen bejött nekik. Hogy akkor, amikor az ápolónők panaszkodtak arra, hogy kevés a bérük, akkor az ápolónők azért is, hogy mondjam, ők úgy gondolták, hogy neki különösen kevés a pénzük, mert bezzeg a tűzoltók, meg a rendőrök, meg a vizék, azok jobban meg vannak fizetve. Amikor a szociális szektor lázongott, kétségkívül ott a legalacsonyabbak a bérek,
akkor ebben mindig benne volt az a dolog, hogy személyes pályáikban azok az ápolónők, akik idős otthonban dolgoztak, és hogyha elmentek az egészségügybe, akkor rögtön 30%-kal megugrott a bérük. Tehát, hogy ebben ezek a nem rendes magyarok, akik itt zsörtölődnek, ezek valamilyen formában egymás ellen is vannak hangolva a dologban, és ezek nem csak anyagi helyzethez, hanem nagyon gyakran ilyen identitás kérdésekben is így van. Tehát, hogy mondjam, az elnyomott kisebbségek, azok nem éreznek egymás iránt különösebben összetartó erőt vagy szolidaritást, hogy a cigányok zsidóznak és buziznak, és migránsoznak, a melegek cigányoznak, és hogy ebben a dologban én ennek látok bizonyos politikailag formált, és ebben az értelemben marketingben felépített effektjeit is, de azért nem olyan nehéz. Nem kellett annyira rádolgozni. Nem kellett nagyon rádolgozni arra a dologra, hogy a... De kétségtelen ellene lehetett volna dolgozni, de ez persze nyilván nem történt meg. Ez nem nagyon történt meg. És ebben a dologban minél inkább erősek lesznek ezek a kisebbségi hangok, valahogy annál veszélyesebbnek tűnik a helyzet, hogy a... Hogy mondjam, az... Tehát, hogy a nem NER-konform csoportok, közösségek is valahogy inkább azt hangsúlyozzák, ami elválasztja őket, és nem azt, ami összeköti őket. Igen, csak pont ez a helyzet, én arra gondoltam, hogy ez aztán talán pontosan ezt erre fog, tehát a szolidaritás felé fogja tolni ezeket, hiszen látják, hogy sorba vannak véve, és mindenki le lesz vadászva előbb-utóbb, és hogy hát, ha van egy ilyen ébredés, és most tényleg az egészségügyi dolgozók szakszervezete, meg a pedagógusok szakszervezete például közösen demonstrál, tehát hogy vannak ilyen apróbb jelek, de valóban ezek a nagyobb csoportok, ezek a nagyobb kisebbség, mert tudjuk, hogy a legnagyobb kisebbség, akit elnyomnak, az a magyarok. De hogy a többiek, akiket kevésbé nyomnak, nem indultak el egymás felé. Nem, és ennek igazából azt gondolom, hogy nem csak... Tehát nem csak a politikusokat okolhatjuk, ezeket a közéleti vezetőket, hanem hogyha úgy tetszik, ilyen magamfajta értelmiségieket is. Tehát, hogy azt a dolgot, hogy mi is az, ami összeköti az embereket, azt valahogy meg kellene tudni formázni, és valami hasonló erővel kellene, hogy tudjon hatni, mint amennyire az identitások azok kötik. Közhely, hogy az értelmiség szerepe visszazuhan, de oké, de mit lehetett volna annak idején, vagy bármikor tenni ez ügyben? Tehát, hogy lehetett volna elindítani ezt a közeledést? Ez egy jó nehéz kérdés, és eléggé történelmietlen kérdés. Abszolút, ebben vannak, én a legnagyobb veszteségnek meg kell, hogy mondjam, azt a furcsa és bizarr és eretnek dolgot tartom, hogy az emberek nem beszélgetnek egymással. Hogy a kocsmában olyan megdöbbentő, amikor kiírják azt, hogy nálunk van ingyen wifi, de inkább beszélgessetek. Hogy azt a dolgot, hogy egymás megértésére, a másik szemével a világot látás képességére keveset adunk, ez részben azt gondolom, ugye a Robert Putnam nevű zseniális politológus, szociológus, ő azt mondja, hogy ott, ahol erős a civil társadalom, ahol az emberek beszélgetnek egymással, és a gyerekeiket pizsamapartin ott merik hagyni az osztálytársak szüleinél, hogy ott az emberek okosabbak, egészségesebbek és gazdagabbak. És az ő példái arról szólnak, hogy az emberek okosabbak, mert hogy egy olyan világban élünk, ahol a nyakunkba ömlik minden hír és álhír és izé, és az embereknek leginkább a beszélgetéseik és a személyes kapcsolataik révén van módjuk szelektálni, hogy mi a fontos, mi a nem fontos, minek higgyünk, minek ne higgyünk. Egészségesebbek abban az értelemben, hogy az egymással beszélgető kapcsolatot tartó emberek, tehát hogy mondjam, a mentális problémák zöme, inkluzíve a szerfüggések és ezek azok kapcsolati hiányokból és a kapcsolati hiányok pótlásából fakadnak, és nem csak a mentális problémákról van szó, hanem az ebből kialakuló szervi bajokról és pszichoszomatikus tünetekről is, és abban az értelemben gazdagabbak, hogy jobban tudják, hogy hol érdemes vásárolni, hogy egy csomó mindenben nagyon jókat szoktak a munkaerőpiaci elemzők azon kacarászni,
hogy a távoli ismerősöknek milyen fontos szerepe van abban, hogy az ember munkát találna, vagy sem, mert hogy a családtagok meg a szomszédok, azok körülbelül pont annyit látnak a munkaerőpiacból, mint amennyit én, de hogyha az iskola előtt a gyerekre várva szóba tudom hozni azt a dolgot, hogy nekem ilyen álláskeresési gondjaim vannak, akkor hirtelen kitágulnak a perspektívák. Na most ebben az értelemben ez az ellenséggyártás, ez számomra igazából ott hat a legerősebben, hogy a bizalmak töredeznek, hogy az emberek nem gondolják azt, hogy a többi ember többség azért mégiscsak alapvetően tisztességes és becsületes, nem gondolják azt, hogy érdemes velük szóba állni, nem gondolják azt, hogy egy kézfogás meg egy hátbaverés erejéig azért jó velük akkor, a zöldségessel is jó, jóba lenni és jó keresztnéven szólítani a boltost, és ez a bizalomnak a bizalomvesztés, ez nagyon erőteljesen összefügg az én szemembe az intézményekkel szembeni bizalomvesztéssel. Tehát azzal ez sem egy új keletű dolog, az ez sem egy hozzá, új keletű dolog. A beszélgetés ilyen, most ez már nem a NER-re fűzhető föl, hiszen ez egy, nem is tudom, milyenek voltunk mindig is, nem egy ilyen speciális, különös nép vagyunk mi magyar, különös nyelvünk van, és nem beszélgetünk egymással, vagy azért nem, voltak példák? Nem, azt gondolom, hogy ebben a legnagyobb változást a Facebook és a közösségi média hozta. De azt gondolom, hogy sokkal több emberrel tartunk kapcsolatot. Buborékban vagy nem, ez sajnos az igaz, hogy buborékban vagyunk, és sokkal egyfélébb emberekkel tartunk kapcsolatot. Erről Amerikában végeztek nagyon érdekes kísérletet, hogy vajon a nagy egyetemeken erősebbek ezek a rassz, osztály, egyéb határokat átlépő kapcsolatok, vagy a kis egyetemeken, és mindenki azt feltételezte, hogy hát a nagy egyetemeken ott sokkal erőteljesebben, sokfél nép van, de nem, a nagy egyetemeken a diákok megtalálják a hozzájuk hasonlókat, és a kis egyetemeken meg muszáj kapcsolatba kerülni mindenféle. Ez logikus, így utólag, de én is fordítva tippeltem volna. És ebben az értelemben a Facebook meg ez a világ, ez azt gondolom, hogy két dolgot tett. Az egyik, hogy buborékokba zárta az embereket, hogy csak a hasonlóknak a... Ezt elismerem egyébként, mert hogy magamon észlelem, ez a szörnyű, mert én próbálok tudatosan tenni ez ellen, de mégis kikövetek olyan, ami harmadszor bosszantanak föl, kikövetem ezeket az információkat, és nem akarom látni, mert ideges leszek tőle. A másik meg az, hogy ennek a Facebook világnak a sajátossága részben a... hogy mondjam, nem a megértés és a beszélgetés öröme, hanem a lájkvadászat. Ez csitul egyébként onnantól kezdve, hogy igazából kivonul a fiatalabb generáció a Facebookról. De az Instán is ugyanez zajlik. Az kétségtelen, csak ott kevésbé vagyunk, már ott is nem tapasztaljuk. Ez így van. A másik, ami azt gondolom, hogy legalább ennyire szörnyű, hogy ott nincs igazi kommunikáció. Tehát, hogy ez a Facebook kommunikáció, ez ugye egy mondatban mindenkit el lehet küldeni oda, ahova való. Érvelni, rácsodálkozni, kíváncsinak lenni, visszakérdezni, ahogy egy kocsmai beszélgetésben lehet, azt a Facebookon nem nagyon lehet, azt találok nem bírja el. Példát egyébként, meg hogy mondjam, csodálatos, nagyon nagy élmény számomra ez egyébként. Vannak kifejezetten olyan emberek, például mondjuk a Setét Jenő Brada, az én nagy kedvenc polgárjogi aktivistám, ő egy cigány ember, nem tudom, követik. És az ő bejegyzései alatt nagyon komoly érvek és jó beszélgetések zajlanak. Vannak jó beszélgetések is, de vannak de túl lehet lépni azon. Indulatok, gyűlöletek, felszínre törése, az, hogy úgy mondjam, több van belőle. Igen. Nyilván. A Jenő története az abból a szempontból nagyon érdekes, hogy ő a korábbi cigánypolitikusokkal szemben valóban egy újabb, hogy úgy mondjam, egy nyugatiasabb, a Pride-ra építő, és nem a, tehát hogy mondjam, a nyomorból és a vesztességből és a lúzerségből nem lehet identitást építeni. Igen. Minden identitás valahogy a büszkeségre épül. Igen. Az vagyok, aki vagyok, és erre büszke vagyok. És ez nála megvan. És ez nála abszolút megvan, de csomó oldalszálát nem lehet vele sem rendesen kibeszélni, pedig ráférne, tehát én nagyon szeretem. Ne, hogy ne. De,
de a Facebook nem, jó, nem alkalmas. Ne idealizáljuk, mert... én azt gondolom, hogy... Jó, kétségtelen, de egy csomó, és nem csak nála, csak most példaként hoztam fel, de találok olyan beszélgetéseket, amit örömmel, mit tenni, 50 bejegyzést végigolvasok, mert hogy egy izgalmas vita alakult ki. Tehát előfordul, kétségtelen, hogy keresni kell nagyon erősen, és leginkább ezek a nagyon bátor odamondogatók vannak, akik annyira kemények, ilyenkor van mire... A fotelforradal már odamondogató. Igen, meg a fotelverekedő, meg a fotelkemény csávó kemény. Szóval mindegy, de meg igen, a... De ennek azt gondolom, hogy van egy másodlagos hatása, hogy a közéletben, hogy akarod a médiában és a publicisztikában is a megmondó emberek korát éljük. Nem különösebben érvelnek, ha egy jó éjszel meg lehet szúrni valakit, akkor azért mindent odaadnak. Igen, ez a saját korlátaikon nem nagyon gondolkodnak, a kételjeiknek nem adnak. Minden racionális gondolkodás a kételkedés. Descartes óta a kételkedés. Igen, a... csak megközel másik oldal az, hogy a kételkedő emberekre nem szavaznak. Mert a kételkedő ember az bizonytalan, a guru, a vallási vezető azt mondja, hogy igen vagy nem. A tudós meg mindig ilyeneket mond, hogy hát 78% valószínűsége van. Ja, jó napot kell, viszontlátásra, meg se hallgatjuk. Jó, csak ebben azt gondolom, hogy azt tudomásuk kellene venni, hogy a... Tehát, hogy a politika az egy másik szférája a létünknek. Hogy a politikus persze, hogy a hatalomért harcol. Egy jó politikusnak szeretnie kell a hatalmat, mert különben soha nem jön át belőle az a ez dolog, biztos, hogy... Milyen értelmiségiek lehetünk anarchisták, és nem kell, hogy szeressük a hatalmat, de azt gondolom, hogy minél aktívabb egy világnak ez a civil beszélgetős, civil társadalmi élete, ez annál több muníciót adhat a politikusoknak is arra a dologra. Tehát nem nekünk kell úgy viselkedni, mintha... Egy politikusnak. Pont fordított folyamat volt, hisz azért a rendszerváltás után felállt egy olyan értelmiségi parlament, hogy csak néztem, hogy... Világos, aki nem is értette közigazgatáshoz politikát. És ott hagyták őket mindenki, és ott maradtak ezek a középszerű, hát lássuk be, féltehetségek. De a hatalmat nagyon szeretik. Aki nagyon szeretik, ez megvan ez a vonásuk, de hát nem igazán a, hogy is mondjam, a kételkedésnek a bajnokai. Jó, én azt gondolom, hogy nem a politikus dolga. Tehát, hogy ez a mi... A kételkedés. Hát azért lehetne egy picit több. Az biztos, hogy ugye, hogy mondjam, szeretjük azokat a politikusokat, akikben benne van az önirónia, az önreflexivitás, hogy én ezt így gondolom, de nem vagyok benne teljesen biztos, de akkor is szerintem erre jobb indulni, mint arra. Ez a típusú politikai kommunikáció, ez azt gondolom, hogy helyén való volna, nem kellene a politikusnak úgy viselkedni, mint hogyha az Úristen lehet, hogy mindent tud, de én jobban tudom. Egy kicsit. Szoktam tanácsot adni az úrnak, de általában megfogadja. Elnézést kérek, de eljutottunk odáig Krémer Balázs szociológussal, hogy 30 másodpercünk maradt. Akkor én nekem is el kell köszönni a hallgatóktól, hogyha figyeltek ránk, akkor én azt köszönöm szépen megtisztelő számomra. Magam is pontosan így vagyok ezzel, úgyhogy akkor ez a búcsú pillanata.